4,7-szoros IPS kijelző, home gomb stereo val hangszóró, alumínium keret üvegelő és hátlappal, vezeték nélküli töltés, A13 Bionic processzor és 4G támogatás. Ez az iPhone SE 2020. Szuper, oké, okay. akkor azt gyorsan másoljuk ezt a szöveget ide, és ebben a szövegben gyorsan átírjuk ezt a kettő dolgot, a címét a kis szövegünknek, és el is készült a 2022-es iPhone SE. Same, same different, ahogy a külföldi mondja. Szóval nézzük, miben újult meg a megújult SE, és hogy megérné-e beruházni egyre. Szabad elocsolni. doboz, lebbencs leszed, leszed, fedél felemel, telefon, kiemelt töltő, apró papírok és semmi más, kijelző fólia eltávolítás, bekapcs, színkártya behelyezés, hát kötelező, tudjátok. A 2022-es s -e igencsak minimális ráncfelvarráson ment keresztül az előző modellhez képest, épp ezért nagyon könnyű keresztül gyalogolni azon, hogy pontosan mi is változott. A telefon megjelenésében egy az egyben megegyezik az előző s leszámítva a piros szint. Ez a szokása az Apple-nek, már annyi product-red termékük volt, de valahogy sosem sikerül ugyanazt a pirosat kiválasztani, mintha folyamatosan kísérleteznének, hogy melyik néz ki jobban nem értem. A lényeg az, hogy nekem ez jobban tetszik, mint az előző, szóval király, legalább ezt sikerült elérnünk. Persze az előző esse és az iPhone 8 között csak a hátlap dizájnjában volt eltérés, az és az iPhone 7 között az üveghátlap volt a megkülönböztető, ami pedig a 6 hez képest megváltoztatott antennákat és kamera kiemelkedés használt, ez pedig a 6-hoz képest már rendelkezett egy S betűvel. Ja, tehát gyakorlatilag ez itt a kezemben, ez az iPhone 6-nak a teste csak tökéletesítve. Ha úgy tetszik, ez egy 2014-es iPhone design. Hm, ez azonban nem véletlen. Sokak szerint az iPhone S-nek egyetlen egy értelme van, az, hogy legyen egy olcsóbb opció az iPhone-ok -ok között. Azonban van egy másik nagyon fontos szerepelnek a telefonnak, ez pedig az. Ismerős kezelői felület. Idősebbeknek, illetve a mondjuk a technológiában nem térdig járó embereknek ez a mai gesztus navigációs rendszer, ez lehetséges, hogy nem csak hogy nem szimpatikus, vagy mondjuk nehezen kezelhető, hanem egyszerűen csak Taszító. Ők szeretnék, hogyha a telefonjukon lenne egy gomb, ami hogyha be vannak lépve egy alkalmazásba, és megnyomják, akkor kilép a telefon abból az alkalmazásba, és nem akarnak így lapozgatni, hogy néha lehet, hogy nem azt csinálja a telefon, amit csinál. És ez egy létező probléma, mert én rengeteg embert ismerek, aki mondjuk az androidos telefonját a mai napig három gombbal használja. Vannak ennek annyi idősek, mint én, szóval ez egy, ez egy probléma, hogy nem csak az időseket érinti. Nyilvánvalóan valószínűleg a legtöbben köztetek nem küzdenek majd ilyen problémákkal, de a legtöbb ember a világban nem néz tech videókat szabad idejében. Nagy hiba egyébként, de most erre nem semmit. Tehát a kialakítás nem változott. Ez nyilván magával hozza az, hogy mivel nem kell tud gyártósorokat felépíteni, ezért a telefon ára az maradt olyan alacsony, amilyen volt. A másik pedig az, hogy ez magával hozza azt is, hogy tudjuk, hogy nagyjából mi van benne. A villámgyors Touch ID a Home gomban, 1334x750 pixeles 625 nit-es fényerejű IPS kijelző, stereo hangszórók, lightning csatlakozó alul, üveg elől hátul, vezeték nélküli töltés, egy kamera elől, egy kamera hátul. Ezen nem lepődünk meg. Ez a telefon itt kettő tényezőben tér el az előző esettől. Az egyik, 5G támogatás. Valamiért néhányan ezt negatívumként fogták fel, én nem értem, hogy miért. Ez csak jövő biztosabbá teszi a telefont, talán majd a jövőben valamikor az 5G tényleg jobb sebességet ad, mint a 4G. Jelenleg nem, ez valamiért érdemes megjegyezni, de hé, hey, addig, ameddig nem, addig meg hagyhatjuk ezt a funkciót, és akkor kevesebb energiát eszik a hálózatunk, ami király. A lényeg az, hogy benne van. Ez egy, szerintem nem egy negatív dolog. A másik pedig, az A15 Bionic processzor. Hogy mi az az A15 Bionic processzor? Nos, ez ugyanaz a chip, mint ami az iPhone 13-as sorozatban megtalálható, illetve az iPad mini 6-ban. Őszinte eszek ennek a chipnek a teljesítménye bőven sokkal több, mint amire szüksége van egy embernek, aki egy iPhone SE-t vesz magának. Viszont ez a fenomenális kozmikus erő, ami ezen az icipici kis helyen van tárolva, ez a következő 8 év során fog inkább megmutatkozni. Akkor amikor majd 2030-ban ez a telefon még mindig megkapja a legfrissebb szoftver frissítést, na majd akkor lehet, hogy visszatekintenek a felhasználók és azt mondják, hogy a büdös rosszabb mindenét ebbe azért egy erős procival, hogy így 8 évvel később még mindig kapjuk rá a rendszer és még mindig szaggatásmentesen fut. Mert hogy ez a procil, ami ebbe benne van, valami eszeveszettő, félelmetes erővel rendelkezik. Olyan szinten, hogy a Genshin mindenféle probléma nélkül fut rajta 60 FPS-sel, szinte nulla visszaeséssel a, az FPS-ben. Nem tudom, miért mondtam ezt ilyen furcsa. A lényeg az, hogy ilyen egyetlen jól fut rajta a játék, mint állat. Ez nem azt jelenti, hogy ez előzőn nem futott. A 2020-as se is simán futtatja a játékot, ott azért viszont érzékelhető néhány helyen, hogy azért így visszaesünk -vissza ilyen 40, sőt néha 30 FPS teritoriumba, ugye úgyhogy a játékot 60 futtatjuk. Még ezzel a telefonnal szerintem ilyen nagyjából 50 köré sikerült visszaesnem egyszer-kétszer, de nem volt jellemző. Ami félelmetes. De így van. Mondjuk nem tudom, ki akar játszani, hogy ennyire kis kijelzőn. Ez, már, ez egy másik tészta. Hogyha pedig valakit érdekel, az előző iPhone SE-ben lévő A13 Bionic chiphez képest, így ö, teljesít ez a telefon benchmarkokban. Csak hogy így számszerűsítve lássuk, hogy ez mennyivel erősebb az előzőnél. Komolyabb felhasználás mellett, ami ugye lehet a Genshin Impact, vagy mondjuk internet megosztás több eszközre, ne Isten hosszú távú videófelvétel rögzítés, akkor a telefon elég jól lehet tud kezdeni melegedni ez valami, ami nem az ő különlegessége, eddig iPhone-ok és csinálták, csak hogy ő sem kivétel, és ez nyilván magával hozza az, hogy az aksit azt is szippantja lefele gyönyörű szép nagy sebességgel. Na most, hogyha nem ezeket a megterhelő folyamatokat csináljuk rajta, hanem az átlag felhasználást, tehát mondjuk internetböngészés, messenger, twitter, instagram, zenehallgatás, youtube videó megtekintés, stb, stb. 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 akkor ezek a folyamatok, ezek egy napig simán végezhetőek ezen a telefonon. Nem kell félnetek attól, hogy mit tudom én, ilyen este 6 hét környékére már le fogtok merülni, hogyha nem vagytok eszeveszett beteg módon 0-24 font használó emberek, majd pedig vagyok be, nem is olyan túlságosan egészséges. Én egy napot teljesen végig tudtam vele vinni, és mondom én ezt úgy, hogy én egy 12 Pro Max-ot használok általában. Meg, megjegyzem, kevesebbet tiktok ezen, mint azon, de én ezt egy pozitívumként fogom föl. Egyébként ez, ez megjegyzem, egy... egy el, eléggé zárójeles, de ez egy pozitív tulajdonság az ilyen kisebb telefonoknak, hogy nincs kedved rajta annyit lógni. Gyakorlatilag megpróbál egy kicsit leszoktatni arra az eszeveszett telefonfüggőségről, amivel egyébként manapság nagyon sok ember küzd, és nem csak azért, mert kicsi a képernyő, és nem annyira elveszhető a tartalomfolyasztás, hanem mert látod az akkumulátort, és azt mondod, hogy eh, le lehet, hogy nem akarom. A 2020-as és 2022-es iPhone SE kamerája megegyezik mármint fizikailag a, ugyanaz a kamera van mind a két telefonban, annyi, hogy a régi az egy régebbi képfeldolgozó rendszert használ szoftveresen, ami azt jelenti, hogy az újnak van egy kis előnye abban, hogy egy kicsit jobb lesz a kidolgozása a fotóknak, hogy a HDR teljesítmény egy kicsit jobb, és egyébként nagyon-nagyon szép képeket lehet vele lőni, de csak hogy egymás mellett mutassam a 20-as és a 22-esnek a fotóit, nem hinném, hogy konzisztensen meg tudjátok mondani, hogy melyik-melyikkel készült nagyon közel vannak egymáshoz. Ez nem, nem, azt jelenti, hogy rosszak egyébként, mert szerintem nagyon is jó képeket lőnek ezek a telefonok, csak nem kell majd a megváltást várni az új algoritmustól. Ami nekem baromi hiányzott, az a sötét mód, mert az valamiért nem található meg ebben a telefonban. Azt gondolom újabb kamerát kellett volna használnia, ugye? Tehát konkrétan fizikailag új kamera kellett volna a telefonba, és azt nem rakták be, kicsit szomorú. Mondjuk személy szerint nekem az hiányzott, és mondjuk a széleslátó és a telfotó kamera is, de ismételten mondom, ilyen 12 Pro max jövök, tehát ez egy teljesen másik ökoszisztéma. Videózás terén pedig ez a telefon az 4K60-as videófelvételre képes, mind a kettő képességét 4K30-ra, és a videófelvétel terén is szerintem igencsak közel vannak egymáshoz, de ezt most láthatjátok magatok előtt, döntsétek el magatoknak, hogy mit gondoltok erről. És most jön valami, amit az emberek nem tudnak nem kiakadni. Úristen, a nem is Full HD Full, hogy lett az Igen, tudom, félelmetes. Nem 120 hz nem OLED, de még csak nem is 1080 p is. És akár tetszik, akár nem, nem látod a pixeleket a kijelzőn. Miért nem? Mert ez egy fele akkora képernyő, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Ezért olyan feltűnő, hogy alacsony a felbontás, mert ez kettő szóldal kisebb, mint egy átlagos mai telefon. Szerintem nem csak, hogy teljesen megfelelő, de a színei azok valami ami férgetegesen jól néznek ki, és még kültéren is baromi jól látni egyébként. A feketék azok nyilván azok, amiket nem tud úgy reprodukálni, mint egy OLED kijelző, mert ez egy IPS kijelző, de ezen felül igazából nem nagyon tudok mellette negatív dolgokat felhozni. Ez egyszerűen csak egy nagyon jó 750p-s kijelző és az egyetlen dolog, amit én fel tudok hozni ellene, az az, hogy kicsi. De azért, mert én egy 12 Pro Max helyett használom most ezt, és nagyon nagy a differenciál. Na és most, hölgyeim és uraim, jöhet a kérdés. Megéri-e az árát? A telefon 195 ezer forintba kerül, ugye a 64 es modellért. És ezzel az árral nagyon közel van az iPhone 11-hez. Ami, a maga 215 ezer forintos árával, tehát ugye plusz 20 ezer forintért egy sokkal jobb üzemidőt, nagyobb kijelzőt, egy második kamerát, éjjeli fotózást, jobb hangszórókat és egy modernebb megjelenést adna. Éppen ezért nektek, akik ezt a videót néztek, az iPhone 11-et ajánlom, még akkor is, hogyha feladtok igazából egy-két évnyi szoftver támogatást. De édesanyátoknak, vagy mondjuk nagyszüleiteknek, akik potenciálisan kiutálnak titeket a családból, hogyha egy új kezelőfelületet kéne most megtanulniuk, ez a tökéletes választás. 2022-es iPhone S-e 200 forint ér egy olyan telefont fog nekik adni, amit mindenféle probléma nélkül használhatnak 8 éven keresztül. Lehetséges, hogy félúton benne egy aksit, és megy tovább? Lehet, hogy akkor veszed neki valami mást? Ki tudja? 200 ezer forintért ennél időtállabb telefont nem tudsz venni, és ez a telefon olyan embereknek van célozva, akiknek már pedig odaadod a telefont, és addig fogják használni, amíg nem hullik az atomjaira, szól. Ja. Szerint, szerintem egyértelművé vétettem a dolgot. Az iPhone s -e az nem neked való. Az iPhone s -e nem nekem való, az azoknak való, akik nem szeretnék túlbanyítani a dolgot. Mert az opció ott van egy nem s -e kategóriás telefonra, pár ezer forint a följebb. De, köszönöm szépen, hogy megnéztük a videót, én Balázs voltam, itt volt az előző generációs iPhone s -e is, amiben tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok föl! Mert ha nem, akkor bajok lesznek, lehetek jók, és sziasztok!